A Bátor Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ülésezett a képviselőtestület. Pedagógusokat tüntettek ki és köszöntötték a tehetséges diákokat. Víg Balázs és Nemere István várják az olvasókat a Nyírbátori könyvünnepen. Aranygyűrűket, városi okleveleket és egyéb intézményi elismeréseket adtak át olyan Nyírbátorban dolgozó pedagógusoknak, akik kiváló szakmájukkal, kitartásukkal és empatikus hozzáállásukkal kiérdemelték saját közösségük és a város elismerését, megbecsülését. A hagyományos városi ünnepségen Máté Antal polgármester ünnepi köszöntőjében elmondta, a tisztelet és a büszkeség az a két fontos dolog, ami miatt még mindig érdemes a pedagógus pályát választani. Egy város életében a jövője szempontjából sok-sok társadalmi csoportnak a munkája nélkülözhetetlen. De ha valakit ki lehet, vagy ki kell emelni ebből a közösségből, akkor a pedagógusok munkája egészen biztosan ezek közé tartozik. Hiszen az, hogy ez a város egy közösség, vagy nemzet, egy ország, hová fog eljutni 10, 20, 30, 40 év múlva, az alapvetően azon múlik, hogy a pedagógus társadalom a mi kis gyermekeink életében egészen az 1-2-3 éves kortól a 20-as, 25-30-as évek korosztályáig, hiszen ma már az iskolai tanulás az egész életünkön át tart. Tehát, hogy mennyire lesznek felkészültek a nagybetűs életre, az alapvetően azon múlik, hogy a pedagógusok mennyire állnak helyt és mennyire tudják ebben a változó világban felkészíteni gyermekeinket arra, ami rájuk vár. Nem könnyű egy pedagógus élete, ezt mindig el szoktuk mondani. És mindig jön a kérdés, hogyha nem könnyű egy pedagógus élete, akkor miért érdemes ezt mégis csinálni? Hát erre azt gondolom, talán önök jobban tudnának választ adni, mint én, de megpróbáltam megküzdeni ezzel a kérdéssel, és én arra jutottam, ahogy látom az arcokat a különböző rendezvényeken, vagy egyszerűen az utcán, itt két dolog mindig megjelenik az arcokon. Az egyik a tisztelet, a másik meg a büszkeség. A tisztelet a diákok felől, a gyerekek felől, a pedagógusok felé, és nem csak azok felől, a gyerekek felől, akik még aktív diákok, ha lehet így fogalmazni, hanem ez a tisztelet egyébként a saját tanáraink felé életünk végéig megmarad. Nagyon különleges élmény látni egy középkorosztályú, vagy egy idős, felnőtt embert, amilyen tisztelettel tud viszonyulni azután a még idősebb emberhez, vagy az a még idősebb pedagógus az, aki őt tanította gyerekként. Szóval ez a tisztelet, ez végigkíséri a társadalmunkat. És ugyanez igaz fordítva, nagyon különleges élmény nézni a büszkeséget a pedagógusok arcán, amikor látnak egy gyereket, a saját tanítványukat, a saját nevelésüket, hogy mire viszi, milyen eredményeket ér el az életben. Szóval sok mindent ki lehetne biztosan emelni, én most ezt a pillanatot ragadtam ki, mert azt gondolom, hogy ezek a pillanatok mindig ott vannak az arcokon, és azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, ha pedagógusok életéről beszélünk. Az, ami van, mi volt a jelen.
aranygyűrű elismerésben részesül Koncsek Mónika óvodapedagógus. Az indoklásban elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, ami hangsúlyos volt. Ugyanakkor az, hogy a fiatal pályakezdő kolléganőket is felkarolom. Ebben a nevelési évben mentorpedagógusként is dolgoztam, és elmondhatom, hogy a mentoráltam nagyon jó minősítést kapott, és így lépett pedagógus egybe. Ezen kívül a közösségben, tehát általában nevelőtestületben mindig elmondom a véleményemet, és az új dolgokat, amiket továbbképzésen hallok, ezeket mindig továbbadom. És szeretek mindig új dolgokat tanulni, illetve új módszereket, amiket utána tudok a csoportomban alkalmazni azért, hogy ezek a gyerekek, akik eléggé más szociokulturális közegből érkeznek, ők is megkapják azokat a dolgokat, újdonságokat, amiket egyébként a családban nem igen kapnának meg. Tehát színpadon állni az nekem mindig egy hatalmas dolog volt, egy igazi ünnep volt. Én elmondhatom, hogy ezen a színpadon álltam már műsorvezetőként, egy Monster Rock koncert műsorvezetőjeként, utána egy rockzenekar énekesnőjeként, és ugye mindig megkaptam az állva tapsot, de az, hogy a közvetlen kolléganőim állva tapsolnak egy szakmai városi elismerésért, az megint egy hatalmas ünnep számomra. Aranydiplomás Kurtyán Mária. Mária néninek több diplomája is van, és az egyik diplomájának éppen az 50 éves évfordulóját ünnepelhetjük. Hát nagyon szeretem tanítani, az itt kitüntetetteknek jelentős részét tanítottam, sőt, a szüleiket is tanítottam. Volt olyan, hogy apját, annát, nagybátyát, hogy egyrészt, ugye, hogy lehúztam 10 évet általános iskolába, már ezért is, és éppen az előbb mondtam itt valakinek, hogy egy helyes, szép fiatalasszony, hogy látok egy apró gyerekkel, gratulálok neki, hogy milyen szép gyereke van. Gyerek, ide, hogy már az unokája. ilyen ellentmondások. Igen. Az a vastaps, amit Mária néni kapott itt benne a színház teremben, az nagyon megindító volt. Milyen érzés volt felmenni ennyi év után a színpadra? Arancsillagom, ez minden fáradozásért az embert kárpótolt. Hétfőn délután ünnepélyes keretek között köszöntötték a tehetséges tanulókat a Nyírbátori Kulturális Központ nagytermében. A város minden évben elismeri az adott tanévben megrendezett versenyeken kimagaslóan teljesítő diákok eredményeit. Június 3-án rendezték meg a Kulturális Központban azt a hagyományos ünnepi programot, ahol a 2018-19-es tanévben kiválóan teljesítő tanulókat hívták színpadra, és köszöntötték őket társaik, felkészítő tanáraik és szüleik előtt. Ezúttal több mint 100 Nyírbátorban tanuló diák részesült elismerésben. A tehetséghéten matematikából harmadik, a tehetséghéten szövegértésből első, és a megyehatár menti matematika versenyen harmadik hely. És országos... Kamilla, miért hívtak a színpadra a mai tehetségnapon? Mert több tantárgyban is eredményesen szerepeltem, legtöbbet a matematika és a magyar miatt. Melyiket szereted jobban, ha lehet ilyet kérdezni, vagy mindkettő hasonlóan foglal helyet a szívedben? Mindkettőt ugyanannyira szeretem. Kicsit talán a matematikában eredményesebb vagyok, de a magyar is közel áll a szívemhez. Sokat szoktál otthon tanulni, vagy elég jól megy, ha figyelsz az órákon?
Szerencsére, hogyha az órákon figyelek, akkor elég sok minden megmarad bennem, és otthon csak keveset kell rátanulnom. Valamint, ha versenyekre szoktam menni, akkor szoktam előtte kicsit többet tanulni, hogy jól szerepeljek. Kik azok a pedagógusok, akik segítik a felkészülésedet? Hát az osztályfőnököm, a matek tanárom, az informatika tanárom, ők a legtöbbet, így hárman. Hány verseny díszítette ezt a tanévet neked? Nem tudom, szám szerint kb. Olyan 10. És hová jutottál el? Hova kellett elutazni Bátoron kívül? Voltam Nyíregyházán, Vásárosnaményben, Budapesten, Kecskeméten. Melyik volt a legkedvesebb, és mi miatt? Hát minden versenyem nagyon jó volt, talán a Kecskeméti, mert ott olyan emberekkel mentem, ugye az iskolából, de ugye nem sokat beszéltünk előtte, és ott jobban össze tudtunk barátkozni, és ebből olyan barátságok születtek, amit utána is tartottunk az iskolába. Voltál-e már itt ilyen tehetségnapon a színpadon valami miatt, vagy ez az első év? Még nem voltam soha, ez volt az első ilyen év. De nagyon szép eredmények miatt hívtak föl a színpadra téged. Mik voltak ezek? Volt egy eszíró verseny, amit egy ilyen nagybázsonyi Mátyás király emlékév alkalmában rendezték meg. És ez egy országos verseny volt, középiskolás kategóriában eszét kellett írni, és Pannának lett a legjobb az eszéje, úgyhogy emlékplakettel és oklevéllel jutalmazták. Ez volt az egyik a tanévsorán. Ez volt az első ilyen nagyobb országos eredményem. Utána volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által megszervezett történelem verseny, amin hát ott negyedik helyet értem el, ami ilyen külön díjnak számít, és ez is nagyon-nagyon nagy siker volt számomra. A történelem az neked mit jelent az életedbe? Jelenti-e például ez a mai nap, hogy a jövődet befolyásolja? Egyébként a történelmet nem régiben szerettem meg, előtte inkább így a matematika irányába fordultam, de most így a történelem az nagyon sokat jelent számomra, és ezzel tervezem a tovább tanulásomat is, így tovább. Lehet-e arra számítani, Nyírbátori vagy egyébként? Igen, Nyírbátori lakos. Lehet-e ilyenkor arra gondolni vagy számítani, hogy azok a fiatalok, akik itt nőnek fel, és mondjuk szeretik a történelmet, vagy megszeretik közben, hogy mondjuk a saját kis kulturális történelmi városkájukról mondjuk többet tudnak, mint az átlagdiákok. Hát igen, annak idején vettem részt ilyen várostörténeti vetélkedőn, ott háromszor értünk el első helyezést, tehát szinte majdnem mindent tudok a várostörténelméről. Ilyen szempontból igen. Ez nagyon jó hallani. Gratulálunk tanárnőnek kettő szempontból is, hogy most itt néhány napon belül ugye kétszer találkozhatunk, hiszen a pedagógus napi ünnepségen önt is felhívták, és egy nagyszerű elismerésben részesítették. Ehhez is gratulálunk, illetve hogy a fiatal hölgy felkészítése is ilyen sikeresnek mutatkozik. Nehéz-e a választott pályája? Hogyan látja? A pedagógus pályának és minden szakmának megvannak az árnyoldalai, nehézségei, de én úgy gondolom, hogy igyekszem szívvel, lélekkel csinálni a dolgokat, úgyhogy nekem nem fáradtság mindenféleképpen, úgyhogy én nagyon szeretem csinálni. Milyen elismerést kapott a pedagógus napi ünnepségen? Az a megtiszteltetésért, hogy az iskola vezetése engem tartott méltónak arra, hogy ebben az évben az aranygyűrűt megkaphassam. Úgyhogy ez egy nagy elismerés volt a számomra. Könnyű volt Lilát felkészíteni? Alapjában véve szerintem igen. Tehát egy nagyon ambiciózus fiatal lány, aki érdeklődik a történelem iránt. Úgyhogy nem volt nehéz az ő felkészítése. A két verseny közül amúgy az egyiket azt ő találta magának ugye közvetett módon, úgyhogy ő csak jött hozta, hogy lehet pályázni, és akkor csináljuk. És ez így is volt. Igazi szakmai vita nem volt a Nyírbátori képviselőtestület legutóbbi ülésén. A sportterén a labdarúgással és az utánpótlás neveléssel foglalkozó KFT ügye viszont éles szóváltást idézett elő. És a következőt mondja. Fentiek a tekintettel
A Nyírbátori képviselőtestület ülésén igazi szakmai vita nem nagyon volt, legalábbis kívülről nézve, de a sport ugye, mint mindig, most is kiváltott valamiféle politikai szóváltás, nevezetesen ugye a labdarúgás, illetve az utánpótlás nevelési KFT-nek az ügye. Miért? Alapvetően azt gondolom, hogy két oka van ennek. Az egyik az az, hogy a különböző területeken, a költségvetés, fejlesztések, beruházások, egyéb működési területeken, én azt gondolom, hogy mind a képviselőtestület és mind a városvezetés, a hivatal dolgozó is egyetértenek abban, hogy nagyságrendileg azért rendben vannak a dolgok. Az valóban igaz, hogy a sport területén több apró probléma van, vagy nagyobb probléma is lehet, de nyilván, ha minden máshol a dolgok rendben folynak, akkor ez kiélesíti azt az egy-két kérdést, ahol valóban van megoldandó probléma is. Azt látni kell, hogy az elmúlt időszakban a sport területén több helyen előjött ez. Jellemzően a TAO támogatások elszámolásával és az ezzel kapcsolatos visszafizetési kötelezettségekkel kapcsolatban, és itt valóban sokkal nagyobb higgadságra és együttműködésre lenne szükség a sport rendbetétele kapcsán, mint hogy ebből mondjuk különböző politikai felhangok legyenek, de én azt gondolom, hogy közeledik a választás, sajnos ezt nem fogjuk tudni megúszni. Nekünk, a városvezetésnek ettől független az a dolgunk, hogy a helyzethez képest stabilizáljuk és biztosítsuk a jövőbeni sportnak a működését a városban. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, és erre van reális esély. A futballt mindenáron meg akarja menteni a testület? Attól függ, hogy a futball, mit értünk futball alatt. Ha magát a sportot, akkor mindenképpen, azért egy 100 éves hagyományokra tekintő klubról van szó. Az utánpótlás nevelést én azt gondolom, hogy egy új egyesületben szeptembertől el kell indítani, belevonva olyan fiatalokat, akik valóban tenni akarnak ezért a sportért, és megvan az akaratuk és a lelkesedésük ebben a dologban. A felnőtt csapatot, ha a futballt nézzük, akkor azt gondolom, hogy az is megmenthető. Nyilvánvalóan ezért komoly anyagi áldozatot az önkormányzat nem kíván vállalni. Ha találunk olyan befektetőt, aki ezt tovább akarja és tudja csinálni, akkor nyilván meg fogunk vele állapodni. Ellenkező esetben pedig a helyi értékekre, a helyi gyerekekre, a helyi tehetségekre alapozva fel fogjuk építeni a felnőtt focit is, ha kell, akkor az elejétől indulva. De mindenképpen a sporttelepet, a sporttelepen működő programokat tovább fogjuk csinálni, hiszen itt van egy komoly elnyert pályázatunk, amit rendbe szeretnénk tenni. Tehát a sport szerető, a szabadidő sportként a futballt, a futást nap mint nap gyakorló embereknek a sportpálya nyitva lesz, és én azt gondolom, hogy újjá fogjuk építeni a futballt is Nyírbátorban, mert erre azt gondolom, hogy igény is van, és nyilván a múlt is erre kötelez minket. Tolódik a rendezvényközpont, illetve az utánpótlás nevelő központnak az ügye. Ez még reménye kecsegtet, vagy előbb-utóbb le kell erről mondani? Testületülésen is felmerült ez a kérdés, nyilván a Sport Kft. Beszámolója kapcsán, és ott is elhangzott, amit én ettől konkrétabban nem tudok elmondani. Magyarországon olyan nem fordult elő, hogy a minisztérium és a szakszövetség egy komoly projekt előkészítését anyagilag támogatta, tehát támogatást kaptunk az előkészítésre, ezt el is költöttük, el is számoltunk vele, majd ezt követően a beruházás nem valósult volna meg. Az vitathatatlan, azt gondolom, hogy nem a mi hibánkból következően, hogy az elmúlt években nagyon sok olyan TAO pénzt osztottak ki, ami terheli a költségvetést, de a felhasználásuk a projekt nem valósult meg. Ennek a részleteiben most nem mennék bele. Minden esetre úgy döntött a kormányzat és a minisztérium, hogy ezeket első körben rendezi, lezárja, és ezt követően fog visszatérni a fejlesztésekre. Ugye az sokkal fontosabb tulajdonképpen most a hétköznapokat nézve, hogy kiírják ismét a hátrányos helyzetű diákok számára az ösztöndíjpályázatot, illetve hogy a ellenzékkel egyetértve kifejezetten jónak minősítik a szociális szolgálatnak a működését. Idén már lesz vajon elég pályázó a szociális ösztöndíjakra, mit gondol? Én bízom benne, hogy igen, nyilván ez egy újszerű kezdeményezés volt, és ennek megfelelően nagyon fontos, a testületülésen is elmondtam, hogy eljusson minden családhoz, minden iskolához, minden pedagógushoz ennek a támogatásnak a lehetősége. Igyekszünk a különböző kommunikációs felületeket kihasználni. Sok esetben látni kell, hogy nyilván itt hátrányos helyzetű családokról és gyerekekről van szó, nem feltétlenül tájékozottak olyan mértékben, mint mondjuk egy átlag állampolgár, ezért az iskolák segítsége ebben nagyon fontos. Ők ismerik ezeket a hátrányos helyzetű, de tehetséges és szorgalmas gyerekeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az iskolákkal jó együttműködést tudunk kialakítani, akkor ez az 50 gyerek támogatása, ami a keret lehetőséget biztosít, ez fel lesz használva.
2019-ben már a 90. ünnepi könyvhétre és a 18. gyermekkönyvnapokra készülnek a szervezők Magyarországon. Nyírbátorban két népszerű író várja majd az olvasókat a könyvünnep kapcsán. Ezekben a hetekben, napokban Magyarország már a 90. ünnepi könyvhétre készül. Ez az időszak ugye általában mindig június közepét érinti. Nyírbátorban egy picit hamarabb, de minden korosztálynak készülnek a szervezők. Minden esztendőben így van ez? Így van, így van. Egy kicsit meg is előzzük a könyvünnepet, az ünnepi könyvhetet. Úgy gondolom, hogy olyan az ország is, olyan a városunk, és olyanok az emberek is, hál' Istennek, hogy kevés az az 5 nap, hogy megünnepeljük a könyvet. Kicsit előre hoztuk, mi június 7-én fogjuk ezt a bulit elővezetni, és igen, igen, hogy délelőtt folyamán a gyerekek, a kicsik számára, és délután folyamán pedig a felnőtteket szólítjuk majd meg, hogy együtt ünnepeljük a könyvet. Úgy gondolom, hogy a 2019-es kínálat mindenképpen különlegesnek mondható, talán Víg Balázs nevét sem kell nagyon magyarázni, Nemere Istvánét pedig végképp nem. Ráadásul Víg Balázs meseíró már járt is a nyírbátori gyerekeknél. Így van, őt nagyon jól ismerjük már, több foglalkozása, több interaktív könyv bemutatója is volt a Városi Könyvtár gyerek részlegén. Egy nagyon-nagyon közkedvelt és nagyon népszerű mese íróról van szó. Minden könyvben megvan a könyvtárunkban, van új kiadás is a Todó sorozatból. A Todó Kitállal könyvek között van Todó Kitállal az obiról, a suliról, a sportról, ami friss, és nagyon fontos, hogy vagy érdemes megemlíteni az ő kis személyiségével kapcsolatban. Egy e-mailváltás során felvetettem neki, hogy Todó talán kitállalhatna a könyvtárról is esetleg, és nagyon helyes, nagyon aranyos kis válasz érkezett rá, amiből az ő alázatát, az ő szerénységét is megismerhetjük. Mert hogy azt írta, hogy a Todó könyvekben mindig van egy kicsi él. Tehát úgy fogalmazza meg a dolgokat, úgy világít rá, hogy lássuk a hátulütőit is. És azt mondta, hogy a könyvtárral kapcsolatban ilyet nem tudna megfogalmazni. Innen datálható a kölcsönös szerelem, és nyilván azokból a foglalkozásokból, amikből teljesen egyértelműen látszik az ő egyénisége. Azt, hogy olyat tud adni a gyerekeknek, amit a mai felnőttek már egyre kevésbé. Ez pedig a figyelem. Tehát olyan figyelem, koncentráció tud egy nagyobb csoportnál is elővezetni. A gyerekek ezt nem mindig kapják meg. Estére már, mikor rajtunk van a nap terhe, és beszámolnak a kis eseményeikről, hogy mi történik velük, nem mindig tudunk pontosan figyelni. Ugye nekünk ott van, hogy vacsorát kell készíteni, elővezetni a másnapot, egy kicsit figyelni arra, hogy lehet, hogy sporttevékenység lesz, vagy zene, vagy bármi más, amit elő kell vezetnünk, és emiatt nem tudunk úgy figyelni. Ő rettenetesen, és nagyon-nagyon jól tud figyelni a gyerekekre, és megérti őket. Az ő problémáikat, azokat, amik nap mint nap foglalkoztatják őket. Valahogy úgy megőrizte magában ezt a gyermeki lelkületet, hogy egy hihetetlen bizalommal fordul a világ felé. És ehhez a bizalomhoz pedig a mai napjainkban nagyon nagy bátorság kell. Víg Balázs bátor. És bátra ki a szerencse, minket megnyert, úgyhogy nagy áhítattal várjuk. 3 interaktív előadása követi egymást június 7-én délelőtt. Pontos kezdési időpontokat és helyszínt kellene, hogy mondjunk a kedves nézőknek. A Kulturális Központban lesz megszervezve, és együttműködésben szervezzük a könyvünnepet velük, és így 9 órától, 10.30-tól és 12 órától lehet ellátogatni, és az ő csoportos foglalkozásait, az ő interaktív, játékos óráját meglátogatni. Délután 17 órakor pedig Nemere István az, aki hát egy igen tartalmas és hosszú élettúttal, annak élményeivel és tapasztalataival várja az érdeklődőket. Hát ugye túl már a 70 éven és túl a 700. kiadott könyvön. Azt gondolom, hogy jó sok mindenről tud majd beszélni. Az ő előadásáról mit tudunk elmondani? Hogyan került ő képbe? Nemere István olyan ebben a könyvünnepben, a 740 éves város kapcsán, ezen kívül a könyvtár történetében is, a könyvtárral kapcsolatban is, mint hogyha egy mértani pontossággal lenne beleszerkesztve ebbe a napba. Képzeljük csak el, hogyha megemlítjük az ő nevét, mindenkiben felmerül valamilyen kép, vagy valamilyen információ róla. Tehát mindenki tud valamit Nemere Istvánról. Tudjuk azt, hogy nagyon pontosan lemérhető, tehát ez, hogy 2018-ig 700 kötete jelent meg, az, hogy közelíti az eladott példányszám a 11 milliót, vagy elmondhatjuk, hogy több mint 50 álnévvel zsonglőrködik rengeteg témában, otthonosan mozog, ezen kívül nagyon-nagyon
nagyon fontos az az információ, ami az én számomra és az én szívemet megdobogtatja, például, hogy 5,5 évig ő könyvtárban dolgozott, egy lengyel kisvárosban, Torunyban, és volt szerencsém ott járni a Copernicus Egyetemen, úgyhogy nagy élmény ezzel is szembesülni, hogy ő könyvtárosként tevékenykedett. Tehát egy ideje, hogy itt legyen a könyvünnepen. De azon kívül, hogyha megemlítjük ezt a nevet, hogy Lili Seymour, vagy Melissa Moretti, vagy például Sir Steve Morton, vagy Stefan Niemeyer, akkor ez mind-mind Nemere István. És ezzel kapcsolatban pedig van egy nagyon érdekes információm, és nagyon bízom benne, hogy nagyon sokan nézik a Bátor Média adásait, mert ez egy rettenetesen nagyon fontos dolog. Elárulok egy olyan álnevet, amit számon fogok majd kérni a gyerekektől, azon a vetélkedőnkön, ami majd megünnepeljük és lezárjuk a városi évfordulónkat. Na most ez a név nem más, és erre kell, hogy összedobbanjanak a szívek, hogy Kovács Gergely István. Ezen az álnéven Magyar Királyok és Uralkodók sorozatban Bátor Istvánról is írt. Tehát történelem témakörben is nagyon otthonosan mozog. Kedves nézőink, a Bátor Televízió híradóját látták, köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.